Hamarosan elkészülnek azok a házak, amelyekbe a Kikelet Egyesített Szociális Intézmény 84 lakója költözhet a jövőben. Az ellátottak 12 fős lakásokban élnek majd a jelenlegi bentlakásos módszer helyett. 5 épület Tarpán, 2 pedig Gacsájon áll majd rendelkezésükre. Az intézmény a projektre összesen 775 millió forint pályázati forrás nyert, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatója Tarpán. Ebből finanszírozzák az építkezést, az eszközbeszerzést, illetve a lakók és a dolgozók felkészítését. A lakók felkészítését tulajdonképpen azt jelenti, hogy olyan életkörülmények, vagy olyan élethelyzeteket kiscsoportos foglalkozások keretében modellezünk le, ami a mindennapi, úgymond a többségi társadalomnak teljesen normális mindennapokat modellezi le. Gondolhatok egy egyszerű mosógép bekapcsolására, ami eddig mondjuk nem volt a mindennapjai része, vagy hogy hogyan kell egy szeret kenyeret levágni és megkenni, mert igazából eddig a bentlakásos intézmények egy kicsit túlszocializálták az emberek mindennapjait, az ellátottak mindennapjait, tehát a legalapvetőbb háztartási ismereteket is megtanulják ezekbe a kis csoportos foglalkozásokba. A dolgozók felkészítése is fontos, mivel ez számukra is teljesen új feladat, új ellátási típus lesz. A hazai kitagolási folyamat több külföldi példából építkezik. A megyében nem csak Gacsáj és Tarpa településen valósul meg a projekt. A Fülpös-Daróczi Pszichiátriai Intézményből 60 fő tud kiköltözni majd idén. Őket Nagyecsed, Géberjén és Fülpös-Daróczi települések fogadják be. 3 évvel ezelőtt már megvalósult egy teljes férőhely kiváltás. A Mérki intézményből 102 fogyatékkal élő ellátottnak tudtak lakhatást biztosítani. A tapasztalatok pozitívak, az ellátottak a kiköltözés után sokkal aktívabbak és ügyesebbek lettek, tette hozzá Németh Péter Gábor. Az ellátottak kitagolása egy kormányzati cél, amelyet a tervek szerint 2040-ig országos szinten befejeznek. Találkoztunk a mindennapi munkánk során fogyatékkal élő emberekkel, megismertük azt, hogy mi a jelnyelvi tolmácsolás, jobban odafigyeltünk a mozgássérültekre, hiszen hogyha végignézzük, akkor az akadálymentesítés az egy nagyon fontos kívánalom minden egyes pályázatnak, ami nem csak a mozgássérült fogyatékkal élőknek, hanem mivel a brilli írást használják, ezért a vakok számára is akadálymentesítés lehetséges. De még mindig intézményekben voltak, és a kormányzat azt ismerte föl, hogy a kevésbé súlyos fogyatékkal élők számára meg kell próbálni azt, hogy hogyan tudnak a társadalomba beilleszkedni. Mi a hozzávezető út? A fogyatékkal élők így részben önállóan, de felügyelet mellett élhetnek majd a házakban, a bentlakásos rendszernek használt épületekben, pedig nappali szolgáltatás és ellátás működik majd a jövőben.